Nikolás Selaković szerb külügyminiszter a balkáni áramlat Szerbián keresztül haladó gázvezetékéről beszélt, mely Magyarországnak évente 6 milliárd köbméter földgázt biztosít majd. A két országot összekötő, épülő vasútvonal jelentőségére is kitért. Velika je radost bila kod nas, što je ministar Szijjártó pre svega nekoliko dana, dakle u ponedeljak boravio u Novom Sadu, kada smo obeležili svečani početak radova na modernizaciji pruge, koja postaje brza pruga između Beograda i Budimpešte. Tada je obeležen početak radova na drugoj fazi od Novog Sada do granice sa Mađarskom. Továbbra is szoros az együttműködés a két ország között a migráció elleni küzdelemben is, hangsúlyozta Szijjártó Péter, magyar külgazdasági és külügyminiszter. Hozzátette, az Európai Unió egyszerre három irányból áll nyomás alatt, és a Nyugat-Balkán újra telítődni kezdett. Természetesen Magyarország segíti a szerb erőfeszítéseket, annak érdekében, hogy a migrációs hullámot már Szerbia déli határán meg lehessen állítani. Idén összesen 10 váltásban 200 magyar rendőr vett és vesz részt Szerbia déli határának védelmében. Szijjártó elmondta, 2022-re a magyar oldalon is befejezik a Szegedet Szabadkával összekötő vasútvonalat, és 2025-ig a Belgrád-Budapest közötti vasutat. Azt is elmondta, hogy jövőre véget érnek a munkálatok, és átadják rendeltetésének a határátkelő új épületét Kübekházánál.